Ebben a pillanatban pedig elindult az őszi nagy gátverseny, igencsak kocogós tempóban szinte sétálnak a lovak. Természetszerűleg egy bolyt alkotnak. 3200 méter a táv, tehát azért hosszúra mérettetnek meg. Az állóképesség is komolyan előtérbe kerül majd. A baktató csapat élén a favorit Radio Gagát láthatjuk, aki igencsak dobálja a fejét. Szinte megalázó neki ez a tempó, de hát ezt azért a többiek is elmondhatják. Royal Ron ott van mellette, illetőleg Brian, majd a másik suttákló Vanília mezőny végén. Maktum középen helyezkedik el, csak úgy, mint Szele Burdi, akkor, amikor még mindig csak felénél járnak a távnak, ami az első gáthoz vezet a starttól kezdődően. Most azért már lassan, pont azért, mert ugrás lesz, egy picit gyorsítaniuk kell a séta tempóból. Royal Ron, illetőleg Radio Gaga húzzák a mezőnyt, illetőleg mellette Brian érkeznek, tehát rövidesen az első ugráshoz. Nézzük, mit hoz-e változást az első nekilódulás. Természetesen nem, minden ló versenyben maradt, és Radio Gaga vezet, mögötte ott van a 12 éves a Maktum, mellettük Royal Ron, Szele Burdi. A második akadályt is mindannyiójuk veszi, Brian, illetőleg Vanília pedig zárják a sort, és most már elkezdenek galoppozni. Akkor, amikor érkeznek majd az újabb ugráshoz, Maktum állt az ére, Maktum húzza a csapatot, mögötte ott van Radio Gaga. Nézzük ezt a neki rugaszkodást, ez sem rostálta meg természetesen a mezőnyt. És most már versenytempóban Maktum egy picit megszaladni látszik, egy olyan két hossz az előnye Vaníliával szemben, utóbbi galopozott föl ugyanis a második helyre, majd Radio Gaga, aztán Royal Ron, Brian, illetőleg Szele Burdi. Magától értetődően letett kézzel megy még mindegyik lovas. Nem kérnek még közepes sem lovaiktól. Maktum azért most már fölrázza a társaságot, egy kicsit javít pozícióján Royal Ron is, fölmegy harmadiknak, mellette ott van belül Szele Burdi, előttük pedig a favorit Radio Gaga versenyez, aki pedig húzza a csapatot, az Maktum, Brian pedig lemaradni látszik akkor, amikor gyorsult a tempó, tehát az ő hátránya azért már most egy olyan jó 10 méter, 15 méteresre is tehető a többiekkel szemben. Az újabb ugrást követően hárman galoppoznak a frontban, Szele Burdi belül, középen Maktum, legkívülebbről pedig Radio Gaga színeit láthatjuk, tehát jó helyzetben van még Vanília, illetőleg Royal Ron is, Brian az egyetlen, aki kiszállni látszik ebből a futamból. Akkor, amikor érkeznek a kanyarra, Szele Burdi, hát az ére Szele Burdi van elől, mögötte ott van Radio Gaga egy két hosszal, majd pedig a Maktum javított helyzetén Vanília, és kívülről Royal Ron is meg fog majd indulni. Ott Maktum társaságában van utóbbi az idős ló, mint hogyha kezdene visszaesni. Szele Burdi viszont nagyon nagy kedvel jár az élen. Most kezdi őt üldözni, talán Radio Gaga és Vanília is fölveszi a kesztyűt. Ők hárman megszaladnak a többiektől, negyedik pozícióban Maktum, aztán pedig Royal Ron, akkor, amikor fordulnak most már a célegyenesre. Szele Burdi vezet, egyre közelebb hozzá az a Radio Gaga, az egy kicsit érintette a gátat, és jön fölfele Vanília is, és megindít egy komolynak tűnő támadást Vanília. És még nem kellett lovasának ostorhoz sem nyúlnia. Érkeznek az utolsó ugráshoz, akkor, amikor vezet Vanília, Vanília tudja növelni az előnyét a többiekkel szemben. Vanília megnyerheti ezt a futamot, a favorit Radio Gaga csak a második helyre tud majd odaérni, aztán pedig a harmadik helyre Szele Burdi érkezik oda, majd a Maktum a következő lovunk negyediként.